Elérkeztünk ennek a sorozatnak az utolsó részéhez a következő pár percben. Az utolsó és az utolsó előtti munkanapnak a műveleteit kísérhetjük figyelemmel, pontosabban a negyedik és az ötödik munkanapon történt eseményeket tekinthetjük meg. Feltesszük a fóliát a falváz külső részére, az OSB-re, aztán kitömjük a falvázat 15 cm vastag kőzetgyapottal, a tetősík is fogad némi szigetelést, illetve a falváz belső részére is feltűzzük a már jól ismert hőtükörfóliát. Nem is húznám az időt tovább, lássunk is hozzá azonnal. A rendszerek van egy saját ragasztó egyébként, amit fóliák toldásánál szoktak javasolni. Ilyen színű a ragasztó, itt a falnál alkalmaztuk ezt, párazáró ragasztóról van szó, ilyen szép színe van neki, belső felületeken szokták alkalmazni, párazáró fóliáknál elsősorban akkor, amikor nem a fólia a fóliával csatlakozik, hanem akkor, amikor a fólia valami más típusú anyaghoz kell, hogy hozzákapcsolódjon, például betonkoszorúknál a betonhoz. Szarufák közé behajtogattuk az összes fóliát, illetve a tömítőpasztával kinyomtuk a csatlakozási pontokat, az ablaknyílásoknál visszahajtottuk a fóliát, ügyeltünk arra, hogy a belső oldalon tűzzük meg, a lehető legkevesebb lyukat okozva. A fólia felületén az alsó vonalra itt is visszahajtottunk egy félcsik fóliát, ezzel az alsó vízszintes vonal dupla réteget kapott, mégpedig azért, ha esetleg történik egy visszázás, egy nem várt visszázás, akkor se tudjon sérülni a szerkezet. A felső vonalat meg tudom mutatni közelebbről, hiszen itt állok a szarufák alatt, és tudunk egy pillantást vetni az ablaknál visszahajtott fóliára is. Itt látható, hogy visszahajtott fólia, egy kis tömítőpaszta kijött a fóliák mellett, pár darab tűzőkapocsal meg lett kötve a felső vonal, illetve a szarufák oldalán is. Itt pedig a sokat emlegetett dupla réteg az alsó vonalon, az első réteg vissza lett hajtva, belső vonalon tűztünk és kapott még egy csík fóliát kettévágva, ragasztós oldal, tűzést próbáltuk elkerülni. Ezeken a pontokon némi mozgástere még van a fóliának, és a felső vonalon tűztük meg, az érkező fólia alá betűzve. Az épületnek az első oldala, az oszlop be lett borítva, takarás ragasztós kapcsolatok vissza lett hajtva, itt egy csíkragasztót még fogad, aztán át kell mennünk még a hátsó oldalra, még az ablakkal foglalkoznunk kell, ez az ablak már elkészült, és ide még másfél csík fóliát fel kell tennünk, ahhoz, hogy minden készre jelenthető legyen. Hát a nap az elég jól süt, hála Istennek. Reméljük, hogy a kép minősége is értelmezhető valamilyen szinten. Próbálok fordulni, így talán többet látunk belőle. Második ablak. Felkerült a három csík tetőfólia, beletűzve a régi tetőfólia alá a víz vezetése miatt, és akkor érkezhetnek a tetőfedők a lemezfedéssel.
Elkészültünk a fóliázással, elkezdhetünk foglalkozni a falvás szigetelésével. 15 cm kőzetgyepot érkezik, azt követően pedig az is fogad egy fóliát, nem pára átereszt, hanem pára fékező hőtükör fóliát, egy keresztő talú fóliát. Ezzel már találkozhattunk, a mai napon eddig a szakaszig nem fogunk tudni eljutni. Valószínűleg a szigetelési folyamat is igényel majd még egy napot, de a hátralévő 2-3 órában még megpróbálunk haladni azon a téren is. A fal mellett végig vissza lett ragasztva, illetve fel lett tűzve arra a részre, ez nyilván nem így fog maradni. A délelőtt folyamán beszéltünk erről, a tetőfedők majd, amikor érkeznek a lemezzel, visszavágják az általuk kívánt méretre. Védőfelszerelés pipa, kezdődhet a szigetelési folyamat. Centiméteres kőzetgyepot került be a falvázba, teljes épület szélességben, illetve az oromfalakat is sikerült kitömnünk, ami talán érdekes, 2 darab csövet be kellett tennünk a szellőztető rendszer miatt, egyik cső az ide került, a másik pedig a bejárat mellé, egyszerre jobb oldalon magasan található, ez is ki lett vágva, a csőnek a nyílás, illetve a fólia külső oldalon pedig be lett ragasztva, ilyen formában, hogy ne tudjon a pára közlekedni. A tetősíkkal még foglalkoznunk kell a holnapi napon. Az oromfal így néz ki, a végét vissza kellett vágnunk 13 fokba, hogy teljes felületen tudjon csatlakozni a szigetelés széle a blokkokkal. 15 cm x 17 cm széles csíkokat kellett készítenünk, és ki kellett vágnunk a merőleges merevítések miatt 20x5 cm-nyi helyet, hogy ne legyen túlságosan összenyomva a szigetelőanyag. Ugyanezt történt meg a másik oldalon, ott talán a fényviszonyok kedvezőbbek. És akkor innen folytatjuk a 20 cm-rel a következő alkalommal. Elérkeztünk az utolsó munkanaphoz, ezen az építési területen a mai napon be fogjuk szigetelni a tetősíknek a belső részét, a szarufák közötti szakasz fogad majd 20 cm vastag kőzetgyepotot, második lépésként pedig feltűzzük a hőtükör fóliát. Előző napi állapotokra még egy pillantást, ha vetünk. Ide érkezik a 20 cm vastagság, 2 darab 10 cm-es réteget fogunk feltenni, és többé-kevésbé 36,5 cm-es közökkel állunk szemben, szóval a 38 cm-es csíkokkal úgy tűnik, hogy tudunk majd dolgozni. Van egy érdekes rész, a merőleges visszakötések miatt muszáj a kőzetgyepotból kivágni ezt az 5 cm-es vastagságot azért, hogy ne tartsa el, ne legyen egy púpit majd, amit a fólia tud csak visszanyomni, ezért pontos méretek alapján ki kell vágni. Ennek az érkezési helyét 33 cm-t mértünk el a táblánál, és egy 5 cm-es kivágást ejtettünk a táblának a felső részénél, ami a következő képpen néz ki, és a következő képpen kerül be. Így néz ki a kivágás, hogyha megnézzük, akkor 5 cm-t vágtunk ki belőle, akkor így néz ki a tábla.
első résszel végeztünk, hátra van még további 1, 2, 3, 4,5 szaruk, ez a fél, az utolsó fél szakaszra vonatkozik, szóval 4 és egy kevés. Az utolsó kocka behelyezését azt felveszünk, és akkor ezzel az egy kis darabbal az egész tetőszigetelés, illetve a falvász szigetelés az készre jelenthető, aztán jöhet a fóliázás. Ahogy az előbb megbeszéltük, az egész tetősíkot, illetve az összes falat sikerült kitömni a szigeteléssel, 20 cm továbbra is a tetősíkban, 15 cm pedig a falvászban található szigetelésnek a vastagsága. Egy számunkra új anyagot fogunk használni ennél a szigetelésnél, pontosabban a fólia terítésénél, egy olyan szigetelő tömítő pasztát, amit eddig az építéseink során még nem használtunk. Maga a termék már régóta elérhető, azért nem használtuk eddig, mert teljesen más kialakítású kapcsolatot kellett létrehoznunk az alsó palló és a fóliánál. Azokon az épületeken, ahol eddig dolgoztunk, minden esetben további rétegrendek érkeztek, az ajzatbetonra, szigetelés, vízzárás, párazárás, illetve ajzatkiegyenlítés. Ebben az épületben viszont az ajzatbeton nem fogad már jelentős vastagságú további rétegeket. Ebből adódóan kötelesek vagyunk lég- és párazárt kapcsolatot létrehozni az alsó palló, illetve a fólia csatlakozásánál, amelyben ez az anyag lesz a segítségünkre. Az anyag szerintem rengeteg helyen elérhető, a rajta található felirat pedig lég- és párazáró, ragasztó és tömítő massz. A másik ragasztási pont, ahol majd a tömítőpasztát használni fogjuk, ez a sarok lesz, hiszen a visszahajtott fóliát szintén lég- és párazártan kell csatlakoztatnunk a falra, illetve a felső vonalon is használni fogjuk az előbb említett ragasztót, és hogyha már átmegyünk a bal oldalra, akkor valószínűleg erre a részre is nyomnunk kell majd egy keveset. Aki esetleg pedig a szín miatt szeretne az anyag használata mellett dönteni, az is jól jár, gyönyörű szép kék színe van. Alsó vonalat le is tűztük és le is ragasztottuk. Az alsó pallóhoz a saroknál hajtottunk egy zsebet, ide közelebb megyek, egy picit meg tudom mutatni. Az ismert zseb, hogy bármelyik oldalról érkező nyomás hatására se tudjon kiszakadni a fólia. A csatlakozásokat ragasztottuk, illetve a vakolatra visszahajtott fóliát is megkötöttük ugyanezzel a tömítőpasztával. Tömítőpasztát kapott még a felső rész, az egész plafont átragasztottuk a hőtükör fóliával, és ezen az alsó vonalon, az áthidaló alján is sikerült kiragasztanunk végig az egész épület belső szakaszát. Körbe ragasztottuk a szellőzőrendszerhez csatlakozó csövet, egy kiállás és a második kiállás. Elérkeztünk ennek a napnak és egyben ennek a munkának is a végéhez, az épület belső részét teljes egészében ki tudtuk fóliázni, érkezünk a jövő héten, addig is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok!
együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újhát Centrum tagja és a Helly Hansen Workwear.